A bazsalikomos cserépben termett lány. Görög népmese. Volt egyszer, hol nem volt, egyszer réges-régen élt egy házas pár. Ennek a házas párnak nem volt gyermeke, s az asszony sokat búslakodott emiatt. Egy napon így fohászkodott. Istenem, adj nekem gyermeket! Azt sem bánom, ha csak egy bazsalikomos cserepet adsz gyermekgyanánt. Isten meg is hallotta a könyörgést, s adott az asszonynak egy bazsalikomos cserepet. Telt múlt az idő, nőtt-nőtt dögélt a bazsalikomos cserép is, csak hamar akkora lett, mint egy korsó, s benne a bazsalikom, akár a szőlőtőke. Az asszony az ablakban tartotta a cserepet. Egy nap arra járt a királyfi, meglátta a cserepet, s rögvest megtetszett neki. Bekopogott a házba, az asszony ajtót nyitott, s a királyfi belépett. Nekem adod-e ezt a bazsalikomos cserepet, te asszony? Kérdezte. Annyi aranypénzt adok érte, amennyit csak kérsz. Az asszonynak nemigen akaródzott a cserépről lemondania, de mert szegény volt nagyon, végül mégis ráállt a dologra. 100 000 aranypénzt kért a cserépért. Akkor a királyfi visszament a palotába, elhozta az asszonynak a 100 000 aranypénzt, majd fogta a cserepet, s elvitte magával. Otthon aztán az ablakba rakta, s minden reggel öntözgette. Az volt a szokása a királyfinak, hogy minden nap a szobájában költötte el a reggeliét, s a vacsoráját. Aznap is, mikor a bazsalikomot vette, hozták neki a vacsorát. A királyfi evett, mint minden este, s a vacsora után az asztalt nem szedték le a szolgák. A királyfi sokáig gyönyörködött a bazsalikomban, hosszan nézegette, aztán lefeküdt, s elaludt. Ahogy aludt, a fejénél gyertya égett, a lábánál meg mécses. Alig, hogy a királyfi elaludt, a bazsalikomból előlépett egy lány. De az a lány olyan szépséges volt, hogy nem akadt párja kereke világon. Miután a leány jó étvágyjal evett-ivott, fogta a gyertyát, s áttette a királyfi lábához, a mécsest meg a fejéhez. Reggel, mikor a királyfi felébredt, hát látja ám, hogy valaki megette a vacsoráját, s a gyertya a lábánál, a mécses meg a fejénél van. Igen elcsodálkozott, hiszen az ajtó szokás szerint be volt reteszelve. Másnap este azonban éppen ugyanúgy történt minden. Harmadik nap a királyfi elhatározta, hogy ébren marad, s meglesi, miféle dolgok esnek éjjel a szobájában. Mikor a lány előjött a cserépből, a királyfi hagyta enni-inni. Ám amikor a leány a gyertyáért nyúlt volna, megfogta a kezét, és így szólt. Miért nem mutatkozol meg előttem, virágszálam? Miért rejtőzködsz? A leány nem felelt. Csak rimánkodni kezdett a királyfinak, hogy senkinek el ne árulja, amire rájött. A királyfi szavát adta, s megparancsolta a szolgáknak, hogy ezután bőségesebb vacsorát hozzanak neki. Telt múlt az idő, s egy nap a királyfi háborúba indult az apjával. Megkérte az anyját, hogy reggel este öntözze a bazsalikomot, a szolgáknak pedig meghagyta, hogy vigyenek ételt az asztalára, de idegen be ne tegye lábát a szobába. Azután azt mondta a lánynak, háborúba megyek, az asztalt minden reggel és minden este megterítik majd neked, anyám pedig öntözni fogja a cserepet. Míg vissza nem térek a háborúból, te ügyelj, hogy mindig jól reteszeld be az ajtót, mielőtt lefeküdnél. Ne búsulj, nem leszek soká, hamarosan visszatérek. Azzal a királyfi elment, s úgy lett minden, ahogyan meghagyta. Az asztal reggel este roskadozott a finomságoktól, az anyja saját kezűleg öntözte minden nap a bazsalikomot. Jegyességben állt a királyfi a vezír lányával, ám amióta ezt a másik lányt megismerte, elhagyta a jegyesét, és senki nem tudta, mi történhetett. Mindenki mondta a királyfinak, hogy vegye el a vezír lányát, házasodjon meg végre, ám ő folyvás csak azt hajtogatta, hogy nem jött még el annak az ideje. Aztán meg el kellett mennie a háborúba. Míg távol volt,
a vezér lánya egy nap elment az anyjával együtt a palotába, a leendő anyósát meglátogatni. Beszélgettek, aztán körbejárták a palotát. Mikor a királyfi szobájához értek, a vezér lánya kérte a királynét, nyissa ki az ajtót, hadd nézzem be a vőlegénye szobájába. Jaj, lányom, mondta erre a királyné, a vőlegényed szigorúan meghagyta, hogy senki be ne tegye a lábát a szobájába. Márpedig az én kedvemért ki fogod nyitni az ajtót, mondta parancsoló hangon a leány. A királyné nem akarta megbántani a vendégét, kinyitotta hát az ajtót, a vezérlánya pedig belépett a szobába. A két anya kint várakozott. A bazsalikomos cserépben élő lány épp az ablakban ült, s fésülködött. Hajából aranyhalak potyogtak a tengerbe, amely ott zúgott teljes szépségében a nyitott ablak alatt. Igen elcsodálkozott ezen a vezér leánya, s így tanakodott magában. Lám, lám, egy lány van a vőlegényem szobájában, s én erről a lányról még csak nem is hallottam. Azzal fogta magát, s nagyot taszajtott a bazsalikomos cserépben termett lányon, mire a lány a tengerbe esett. A vezérlánya kiment a szobából, a királynő pedig bezárta mögötte az ajtót. Másnap, mikor a királynő ment, hogy megöntözze a cserepet, hát látja ám, hogy elhervadt a bazsalikom. Igen elcsodálkozott az asszony, elképzelni sem tudta, mi történhetett. Este újra kinyitotta az ajtót, a szolga bevitte a vacsorát, de reggelre az étel érintetlen volt, a bazsalikon meg teljesen elszáradt. Telt múlt az idő, míg nem egy nap a királyfi visszatért a háborúból, ment egyenesen a szobájába, s azon nyomban látta, hogy elhervadt, kiszáradt a bazsalikom, s az étel érintetlenül áll az asztalon. Keserves sírásra fakadt a királyfi, s kérdezte az anyjától, hát miért nem öntözted a bazsalikomot, anyám? Miért hagytad kiszáradni? Öntöztem én, fiam, magam sem tudom, mitől száradhatott ki. Talán idegen járt a szobában? Mondd meg, ki járt itt? A jegyesed járt nálunk egy nap az anyjával. Ő kért meg, hogy nyissam ki az ajtót, látni akarta a szobádat. Én meg, hogy a kedvét el ne roncsam, beengedtem, s hagytam, hogy körbejárjon nálad. Hogy nem lett volna szabad beengedned, ő pusztította el a bazsalikomot. A királyfi csak sírt, még ágynak is esett bánatában. A vezér lánya meg akarta látogatni, ám az ifjú hallani sem akarta leányról. A bazsalikomos lány minden este naplementekor megkérdezte a napot. Hogy van a királyfi? Visszatérte már a háborúból. A nap pedig így felelt. Még nem tért vissza. Egyik este aztán új hírt kapott a leány. A királyfi visszatért, de nagyon beteg. Az apja összehívta a legjobb orvosokat, de senki nem tudja a betegsége okát. Az ifjú folyvás csak a bazsalikomot nézi, s már félő, hogy meghal bánatában. Igen elszomorodott erre a leány, s kérve kérte a napot, hogy a következő nap reggel, mikor útra kell, hogy fénnyel árassza el a világot, vigye magával őt is a sugaraival, s tegye be őt a cserépbe, amely a királyfi ablakában áll. A nap ráállt a dologra, s másnap úgy is tette, hogy a leány kérte, magával vitte, s betette a cserépbe. Hát alig, hogy beletette, a cserép nyomban ki is zöldelt. A királyfi pedig, amint a friss növényt meglátta, egy szempillantás alatt meggyógyult, mindenkit kiküldött a szobából, nem is értette senki, mi lelte hirtelen. Este a szobájába rendelte a vacsorát, s bereteszelte maga mögött az ajtót. Mikor a lány előjött a cserépből, mindent elmesélt az ifjúnak. A királyfi akkor átölelte a leányt, és így szólt. Amit a vezírlánya veled tett, legyen az ő sorsa. Másnap a királyfi hírül adta, hogy feleségül veszi a vezírlányát. A palota népe boldogan készült a mennyegzőre, s hamarosan megérkezett a menyasszony is. A királyfi a szobájába vitte az álnok leányt, és egy szempillantás alatt a habok közé lökte. Akkor a cserépből előlépett a bazsalikomos leány, hetet hét országra szóló lakodalmat tartottak. Én is ott voltam, velük ettem ittam, aki nem hiszi,
járjon utána.